A nyolc csapatos országos kiemelt bajnokságban is megállt a helyét a szekszárdi gyermekfiú kosárlabda ese, ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt az U16-osoknál. Jelezvén, hogy a srácok két év elteltével tehetségükhöz mérten valóban fejlődtek, fizikális és technikai, taktikai téren előreléptek látványosan. Én nagyon büszke vagyok a játékosokra, mert mindig úgy mentek ki a pályára, hogy ők mindent megtettek. Éppen az adott 12 játékos, aki éppen egészséges volt, vagy nem volt karanténban, mindenki becsülettel dolgozott egész évben, és igen, és voltak szép eredmények, és mondtam nekik, hogy büszkén jöhetnek le a pályáról, akár úgy is, hogy vesztesen, emelt fejjel, de igen, volt olyan is, amikor egy komoly akadémia ellen sikerült egy-egy szép bravúrt elérnünk ebbe a bajnokságba. Nevezzük meg. Rád Géber Akadémiát sikerült legyőznünk, az Albakompot sikerült meglepnünk. A középszakaszban a későbbiek során a Nagykőröst is legyőzték, ám a legnagyobb skalpot kétségtelenül még az alapszakaszban egy neves akadémia csapata ellen gyűjtötték be Juhász Gábor tanítványai. Ami nagyon megmaradt, az a Rád Géber elleni hazai mérkőzés, arra azt mondom, hogy akkor az volt az a meccs, amikor így, hogyha azt tudjuk nyújtani egész évben stabilan, akkor sokkal másképp alakult volna ez a bajnoki évad. De ne legyünk telhetetlenek az alig több mint 10 éve létező GKS-ével kapcsolatosan, mert nem a konkrét csapat eredmény a fontos az ő esetükben. Sokkal inkább az, hogy több szekszárdi játékost adnak már a bonyhádi utánpótlás csapatokba, többek között az U20-asba, és a Völgységiek NB1-B-s felnőtt csapatába is, így például a karrierje szempontjából sokra hivatott Heyman Gergőt. A Paksi 20-as csapatba és emellett a bonyhádi felnőtt keretbe is komoly perceket ott a pályán tölteni, és én úgy gondolom, hogy le is tette ott a névjegyét, de többen vannak így még, Sevestyén Tamást is ott játszott. Én nekünk az Egyesületnél az a célunk, hogy ugye mi utánpótlással foglalkozunk, de minél több olyan játékos kineveljünk, akik tehetségesek, ügyesek, mentálisan és szellemileg is érettek arra, hogy megállják a helyüket. Egy közepes bajnokságba, egy nagyobba, vagy egy még nagyobba akár. Nem kell tartani attól, hogy alulról, az obisoktól a serdülőkig építkezve, mennyiség és minőségi értelemben esetleg visszaesés következne be a fiú kosárlabda képzésben missziós szerepet felvállaló GKS-nél. Utánuk is újak jönnek, ez szinte garantált. Mandulás Zoli a GKS-nek az elnöke, ő foglalkozik az alsó korosztályokkal, az a koncepció működik, és onnan igen szép számmal és egyre ügyesebb és ügyesebb játékosok jönnek föl U14-be, U16-ba és így fölfelé. Széles a piramis alja, és hál' Istennek nem csak bázis, tehát nem csak tömegesen széles, hanem ügyes, tehetséges játékosok jönnek, elhivatottak, motiváltak, és ehhez kell egy szülői háttér is, ebbe is szerencsések vagyunk, úgyhogy én nagyon pozitívan gondolok a jövő évek munkájára, és optimista vagyok minden tekintetben. A fiú gyermekükben a jövő ismert felnőtt kosárlabdázóját látó szekszárdi és környékbeli szülők figyelmébe ajánljuk, nem tolakodva. Nem biztos, hogy érdemes a srácot pesti, pécsi vagy éppen a székesfehérvári akadémiára kicsit korán beiratni.